One, two, three. Lulu, belga juhász, Szuka. Gazdája Riley Rodriguez. The day I walked down the street I used to wander, yeah, I shook my hand and made myself a bet. But it was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Bronze the admiration in a blind spot of regret. There was all these things. Lulu kedvenc Grace klinika részei. A kutyás egység 10 mentő akciónál jár. Fékezd meg a fenevadat. A Ranger és kutyája 20-20 szabadított ki. The day I walked down the street I used to wander, yeah, shook my hand. Sosem én voltam a gazdád, te voltál az enyém. Szorongó, fényreérzékeny, fejsérülés. Igazolás a szolgálatból való elbocsátásról vagy leszerelésről. Többször kaptál már golyót, de ez most durva. Mardos a bűntudat, nem fogok hazudni. Olyan harcos vagy, akire mindennél jobban felnézek. Maga vagy az önzetlen szeretet, bajtársad rá. Több vagy, mint egy kutya. Katona dolog. Sajt mehet? Ja. Zöldségből? Jöhet csali, paradicsom, meg mondjuk olyan paprika. Nyugi már. Paprika? Haver! Be vagy állva? Paprikát mondtam, nem uborkát. Bocsánat, szóra. Elnéztem. Majonéz, mustár? Majonéz, és küld meg jó sóval, meg borssal. Hello, this is Jackson Briggs. Csak érdeklődnék, hogy van-e valami hír a pakisztáni rotációmról. Mert intézném az utazást. Mr. Briggs, maga is tudja, hogy az ügynökség nem küldhet fejsérüléses katonát háborús övezetbe. De én elküldtem minden leletet, hogy jól vagyok. Igen, de ezt a parancsnokának is igazolnia kell, Mr. Briggs. Jó, de ahogy már a toborzó tisztnek is elmondtam, az űrgét lehetetlen bevetés közben utolérni. És ketyeg az óra. Nem kezdhetnénk el az ügyintézést, hogy addig is elő tudjak készülni? Mr. Briggs tudja, hogy ez lehetetlen. Nézze, egy csomó ügynökség dörömböl az ajtón, úgyhogy... Szóval én nem tudok várni a jövő évi rotációig, érti? De nekünk sajnos akkor is kell az az ajánlás. Oké, okay. Mikorra kell meglennie? A rotáció jövő szerdán zárul. Rendben, még jelentkezem.
Halló? Briggs, itt Jones. Százados. Nem zavarok? Nem, most jó. Csak amiatt a biztonsági szolgálati hely miatt kerestem segítségét. Nézze, Rodriguez miatt hívom. Tegnap éjjel meghalt. Ha már tudta, elnézést. Nem hallottam. Sajnálom, Briggs. A Petberisben tartunk egy kis búcsúztatót. Mikor? Holnap este. Briggs. Jó. Ott leszek. Rodriguez őrmester egy legenda volt. Sosem adta fel. Lángoló kitartása belénk égett. Szájtova hős katona! Szájtova hős katona! Nem a sizma teszi a jó rangert! De ne áll! Győzelem! Hús! Elve! Hús! És aki eliszik sört, annak hús! Hajra meg az úr, hogy ki van! Csak egy hívás kell, hogy nincs velem semmi gond. Nem. Ennyi. A pénzért csinálom. Nem, csak egy kis pénz kell, ennyi. Hé, várj. Évi 200 000, nekem csak ez kell. Én olyan jó fej, Peri, hogy felhívod őket. Hát nem, bár csak ott tartanék, de még csak törzsörmester vagyok, szóval sajna nem tehetem meg. Jobb, de inkább meg se szólasz. Cuki ötlet. Na mi van, Pia? Nem iszok meg. Kirnan, gyerünk! Ne bosszancson, nyomás felám! Segítek! Ez az. Oké, Briggs, bökje ki. Mit? Tudja maga. Maga az, aki kinyomja a hívásaimat és tojik az üzeneteim, de lepatint, mint valami csajt. Talán mert nem érti a célzást. Halló, itt John Százados, Briggs törzsőrmester ügyében. Egy igazi felegyerek, minden eredben van. 50 másik katonát már beajánlott. Nekik nem volt traumás agysérülésük, hibáztassa a dobikat. Barrynek a fél keze hiányzik, magának valami repeszdarab fúródott a derekába. Kérdem meg, még a nevére sem emlékszik. Vagy 100 agybajos mászkál, csak ebben a parkolóban. Ez sem számít semmi. Gyerünk befelé. A miénkről nincs papír. Csekkolta az e-mailjeit. Rendben van az összes lett. Igen, és az mennyibe fájt? Nem ez a lényeg! Uram, ki vele? Mit akar? Mit vár tőlem? Sajnálom. Menjen haza. Tényleg csak így? Oké. Azt várja, hogy... Oké, térdre ereszkedem. Térden állva könyörgök. Gyerünk most komolyan, így akar itt hagyni? Ennyi erővel fogadta egy puskát, hogy belőle, ha már nem enged vissza a játékba, akkor vessünk ennek véget. Véget érhetne a nyomora. Briggs, menjen haza. Ez parancs. Uram, hová megy? Uram! Uram! Katona! Briggs törzsörmester egy igazi fenegyerek, mi? Halló, százados. Gondoltam, hogy még itt van. Kapja össze magát. Fél óra múlva a bázison. Szóval akkor beajánl? Százados magát, mindenki elkész ide. Én mindig mondtam, hogy arany szíve van. Na, erről beszélek. Nem? Sometimes you need a fold. One to keep your eyes open, keep you on your toes. You know the ones that want to keep you where you've been before. But I can't go. No, I can't go. And whoa. Sometimes I need a hello. Ez lejárt, uram. Nem már, haver. Tudja, hogy hányszor mentem azzal itt kibe? Hogy mondta?
Oké. Mennyi az esélye, hogy az ISIS küldött? Szálljon ki a járműből! Azt akarja, hogy kiszálljon? Hey! Boldog! A Ranger ezrettől van. A Ranger ezrettől? Ez így nem lehet magánál. Mi? Nem hallottam. Kösz a segítséget! Szembeszállok hazám ellenségeivel! Szembeszállok hazám ellenségeivel! És diadalmaskodom a harcmezőn! És diadalmaskodom a harcmezőn! Felkészült vagyok! Felkészült vagyok! És erőtől duzzadó! És erőtől duzzadó! Egy Ranger sosem adja fel! Egy Ranger sosem adja fel! Egy bajtásod sem vagyok hátra! Hé! Hey! Már nincs meg a parkoló, a kantinból gyalogolni kellett! Gyerünk még 10! Hová mennek? 24 óra múlva landolunk Szíriában. Épp most töltik fel a C-17-eseket. Nagyon hálás vagyok, uram. Ígérem, nem okozok csalódást. Kőkeményen melóztam ezért az elmúlt 3 évben. Az ilyet jó hallani. Panella, megmondtam, hogy ne használd az anyád súlyait. Cik. A tiédnek akarok tetszeni. Hey, úgy értem, hogy mindegy, derékba lemed. Csinálok neked egy kis tesót. Szóval mi a terv? Ellenőrzi, hogy maradt-e használható vagy sejtem? Ja, olyasmi. Én ugrom, csak mondja meg hová. Rendben. Nem erre van az irodája? De igen. Bepakolta Riley Holmiát? Majdnem, uram. Kiheverted? Persze. Ez már csak ilyen. Riley elképesztően kemény volt. Ja, mondd a fának, aminek ne kirepesztett. Elég, Kiernan. Gyerünk, mozgás. Mi lesz a kutyájával? Vártam ezt a kérdést. Vasárnap lesz a temetés Nogálesben. Lulu a díszvendég. Ó, ez nagyszerű ötlet. Remélem, nem zavál fel mindenkit. Hát, ez magán is múlik. Várja, mi? Támadj! 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 Tegnap küldtük haza a holttestet, aztán hívott az anyja, hogy szeretnék látni a hős kutyáját. És én reptessem el azt a dögöt Arizonába? Nem, maga autóval viszel oda egy Rangert. Nem hajlandó repülni. Miért nem megy magukkal? Nem megbízható. Hol jámbor, hol 3 kollégát küld a sürgősségére. Riley próbálkozott vele a robbanás után, de... Rangerök előre! Előre! Erre igazán gondolhatott volna, mielőtt lecsokolta azt a fát. Egy jó Ranger tudja meg. Na jó, tisztázzuk! Szóval, ha ezt vállalom, maga szól az ügynökségnek az érdekemben. Ha megteszi, telefonálok. Ne cseszel, rosszat ne halljak. Ha végzett, vigye őt a White Sands-i bázisra. A többi az ő dolgok. White Sands-ben, szóval akkor elhaltatják? Nincs az a hibbancsarú, amelyik örökbe fogadná. Nyilván mi sem repesünk az örömtől, de ez van. Na és ha én elengedném valahol, maga telefonál és már meg is vagyunk, nem egyszerű? Maga itt az ezredet képviseli, én pedig majd magát. Nincs appelláta. Uram! Na jöhet a szőrös kis pokolgi? Nincs választásom. A következő a helyzet. Ez már rég nem ugyanaz a kutya. Kikészült a harc okozta traumától. Mindig tartsa szemmel, és ne vigye emberek közé. Világos? Rendben. Ha bárki kérdezné, mondja, hogy kezeltetni viszi. Hé, ráadjam én a pórázt. Nem kell, essünk túl rajta. Mizubeki. Emlékszel rám? Engem rágtál szét 2015-ben. Na? Nagy út vár rám kettőnkre. 2400 kilométer. Hogy aztán úgy tegyünk, mintha a gazdi fentről figyelne. Ezt most felteszem rád. Jó? Semmi baj. Nyugi. Nyugi. Hát te tényleg feladtad. Mit volt úgy oda? Tök nyugis lett. Igen, látom. Ja, igen, azt nem mondtam, hogy ne írjen a fülhez. Bocsi, ezt kihagytam. Amúgy leszoktattuk a Prozacról, úgyhogy lehet, hogy időnként bekattan. Szálkosárban maximum 2 órát legyen, mert meleg ez. Keverjen az ételébe vizet, és ne felejtje, a fül tilos. Itt van a kis bibliája is. Jó utat. Viszlát, Ré. Százados? Rodriguez őrmester Holmiát adja majd át a családnak. Az egyenruhában temetik el. Az a könyv megmarad Lulúval. Ha bármi gond lenne, minden benne van. Nem tart ez olyan soká. Hé! Rangerök előre! Előre!
Hello, szevasztok! Rick, végre becsajozott! Try much harder, get back to water, gonna get back harder, get back to water. Keep try much harder, get back. Hello, itt megint Jackson Briggs. Csak gondoltam, szólok, hogy a sztár végződésű országokba csak első osztályon szoktam repülni. Uram, még mindig nincs meg az ajánlása. Pont emiatt telefonálok. Számítson rá, hogy hétfőn kora reggel Luke John százados keresi majd önt a kettes rangerezettől. Ha szerdáig jelentkezik, jelzem a területi vezetőnek, hogy bekerül a rotációba. Rendben, és igazán örülök, ha sikerül ezt. Uram, sajnos nem hallom jól. Igen, elnézést, nagyon köszönöm. Mi van? Mi a franc bajod van? Nem már! Totál összenyálazod az ülést! Visszavehetnél a kettőságból, csak egy kicsikét. Nem is kell sokat, és egyenesbe jövünk. És ha ez megvan, talán még jól is fogunk szórakozni Rileyhoz méltóan. Mit szólsz hozzá, Blöki? Csak én vagyok neked. Ennyi. Én maradtam. Hidd el, én se akarom folyamatosan rajta tartani az álmosat. Tényleg nem? És őszintén, semmi kedvem elvezetni egy lepattant sivatagi városba, hogy aztán 5 napig bámuljam egy motel falát, amíg Riley temetésére várunk. És neked? Nyughass már! Oké, rendben van. Jól. Akkor leveszem a szájkosarat. De ha megharapsz, akkor rajtad marad Arizonáig. Szóval nyugi. Oké, szuper. Emlékezz a régi szép időkre, amikor ajtókat rúgtunk be, fel alá gyilkoláztunk. Nyugi, nem bántalak. Jól van, ne harap le az arcomat, oké? Most benyúlok. Nem nyúlok a füledhez, még mellé sem. Nem érek hozzá, ne ijedj meg, jól van. Ez az, szuper, ezt nézd, meg vagyunk, sikerült. Ennyi, jól. Hey, ne, állj! Elég, hey, nyugi! Ja, oké, akkor maradj ott! Jó mulatás! Viszti, királynő! Na, kiugrasz pisilni egyet? Hé! Hey, ne! Ne! Kicsakerem azt a... Ahogy a... Te kis... Ne! Ahogy a... Ne mozdulj onnan! Tudod, tényleg azt akartam, hogy jól érezd magad. Hogy szaladgálhass, meg tombolhass. Megszagolhass néhány segjukat, de ennyi volt. Nekik volt azok, megszállt az ördög. Maga vagy a sátán. Oké, most még bocsánatot kérhetsz. Nem? Oké, jó. Jó étel. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Na hát, mi a baj?
baj, csak nem elálmosodtunk. Ledöltünk tentikézni, jó? Az allergia szezon rohadt durva az idén. Na hát, azelőtt igazi legenda voltál, most meg bealszol itt nekem. Hogy mondod? Ó, igen? Igen, a papára ráférne néhány sör, bizonyám. Megvárjuk, amíg te kidőlsz. Oké, benne vagy. Nagyon kedves tőled. És amúgy igaz, jó ideje nem dugtam, talán nálad nem régebben, de az most mindegy, így is szomorú. Maradjunk köztük. Jól van, portlandiek! Piára fel! Haver, bocs, de itt nincs nagy üzemi sör, csak ön környezetbarát kézmű. Kösz, az nem kell, ez mi? Mit iszik a hölgy? Makers. Makers? Kaphatnánk még kettőt? Tisztán kéri vagy, keverje. Ne keverje, csak töltse pohárba az utcában. Szuper. Lényeg a lényeg, hogy minden gyerek épségben kijutott az épületből. Nem vagyok most, csak a munkámat végzem. Még sorba állni sem kellene, érted? Csak feldobod a VR szemcsit és bum! Ott vagy a legtutibb bárban, és olyanokkal lukhatsz, mint én. De ott hogy iszol sört? Virtuális sör van. Épp ez benne a szív. Ezek szerint te vagy Billy Ray Cyrus legnagyobb rajongója. Ó, ami azt illeti, tényleg imádom a country-t. Csak néha nehezen viselem el benne a toxikus maszkulinitást. Pontosan, én is pont erről beszélek. Ja. Szóval mikor döbbentél rá, hogy te is csak a nagy tőke bábja vagy? Egy ágyútöltelék, akit az elit ökológiai népirtásra használ fel. Az a sok pénzes nagymenő azt hiszi, ez itt mind az övék, hogy a földanyák az övé, de őt nem lehet uralni. És én küzdeni fogok ellenük életem végén, mert én unom az olajba fulladó kacsákat. És ha meghívod 50 Instagram barátodat, féláron van. Mit kapok ezért? Ingyen piát. Én állom. Király. Nem. Nincs az az Isten, hogy te fizesd a számlát. Kér, majd én... Visszajöjjek később. Nem kell, megold. Okay. Az ő pénzét felejtsük el. Majd én. Ma pont erre gondoltam, ezt imádni fogod, hogy vagy egy kőművessel futok ma itt össze, vagy egy katonával. Ez érdekes. Vagy bármilyen férfival, akiben nem húzog a híres fehér bűntudat. Hajrá! Mi van? Remélem segít rajtad valaki. Kösz az italt. Várj, figyelj, engem lelőttek a tálibok. Na jó, tűnjünk el innen. Úgy tűnik, te vagy az egyetlen nő a városban, akivel tényleg szívesen beszélgetek. Tessék, vedd ezt, béke jobbnak. Nyughass, és én is megnyugszom. Nesze. Figyelj, bocs a gyógyszerért. De széttépted az ülést, szóval ez van, barátkozhatunk, de szemed szemért, fogad fogért. Na, szent a béke? Vagy olvassak még a gondolataidban? Oké, nem bízol bennem? Hát jó, nem értek el. Én sem bízom benned, szóval. Csak nem őrület. Csak nem egy belga juhász. De, igen az. Ó, milyen gyönyörű. Szia, cuki falat, mentett vagy. Bírja a többi kutyát? Biztosan. Nem. Tudjátok, most egy kicsit levert, igen. Tudjátok, gyászol. Meghalt a legjobb barátja. Jaj, ne, életem. Ugye? Ó, és ki ez a két kis szörmok? Ó, ő itt Lucy. Ő pedig Megi. Ó, nagyon cukik. Édesek, imádom a sicukat. Köszi. Csirió. Már majdnem csalódtam a városban, erre jöttetek ti? Hát, Portland nem való mindenkinek. Nem tudom, én kezdem csípni. Az ember nem minden nap botlik két növényzenész hölgybe. Mi a tantrával foglalkozunk. Okay. Igen, habár szoktunk DJ-zni csoportos révületeken. Menő, az olyan, mint a jóga, mert én jógáztam, de rohadt béna voltam. Mi feloldjuk a blokkolt energiát, hogy az ember teljes valójában élhesse át a szexuális élvezetet. Ó! Oh. Szóval energiát mozgattok, hogy... Oké, azt hiszem van készpénz a kocsiban. Ó, nem. Nem, a vonzalmunk abszolút valódi. Mármintha te is érzed a flót. Na, azt már nem. Vicc volt, higgyétek el, én magam vagyok a flow. Király, bejön ez a csakrás cucc. Azt elszívjuk, vagy? Nem. Hát, ez őrületes. Be akar jönni a kutyúnak? Nem, kutya baja, csak boldog. Ez a boldog ugatása, csak szólni akar. Akkor ki vele? Hogy van most a szívetek?
Az én szívem tele van, és ez tökre... Kapok új melót. Mm. Ja, jól alakulnak a dolgok. Tök rendben vagyok, szóval részemről mehetsz is. Én még nem állok készen. Oké. De a jabjum búzban több lenne a prána. Ez az, az én szívemnek. Pont ez kell. Ugye milyen jó? Engedélyezed, hogy levegyem a pólót? Még szép, sőt, majd inkább leveszem én. Hé, mi a baj? Miért vagy ilyen feldúlt, szegényként? Te jó buta. Ó, ne, ez csak olyan hadi szarság. Ne törődj vele. Rajtatok nincs hely? Honnan van? Arra már én sem emlékszem. A nagyot egy AK ütötte. A tested tele van fájdalommal, ne haragudj, nem gondoltuk. Nem, figyelj, nem gáz. Tényleg, engedélyezed, hogy én is levegyem a te pólódat. Csak hogy ezért csodott elünk a sors. Ezt a seggfejet. Igen? Vezesd oda, ahová a fájdalom hívja. Oké, boldogan. Jó, ez az irány. Miért nem ezzel kezdtük? Gyere, kiszabadítanak. Bocsánat. Ne haragudj, de így nehéz jelenleg. Megyek és megnézem, rendben? Mindjárt jövök csak. Maradjatok így, és tartsátok meg ezt az energiát. Hé, mit művelsz? Kiszabadítom, mert bántalmazza. Ha betöröd, megtudod, hogy mi a bántalmazás. Persze, most meg fenyegetőzöl. Ja, nálad van a kő, haver. Ha leteszed és elhúzol, ígérem, hogy... Az állatok is emberek. Okay, nem engeded haver, el, én fogom. Meg, minden hogy... oké? Mi folyik itt? Igen, semmi gáz. Ez a srác csak szóvá tette. Gyere vissza! Ne! Szállj le rólam! Állj! Elég! Vár le! Engedte! Rohadt dög! Jézusom! Már elesztel! Elég! Mit művelsz? Ugye, mennyire utállak? Miattad ugrott az édes hármasom, hé? Ányát! Gyere, menjünk! Hé, hová mentek? Na és a fájdalmaim? Na jó, szállj be! Ti halálakor Riley megnézetett velünk, hogy 15 órányi Grace klinikát. Ott ültünk kábán, mire jöttél te, hozzánk dörgölted az orrodat, és egyből jobb lett a kedve mindenkinek. Mi lett azzal a kutyával, ha? A seregben nem kell egy ilyen kolonc, mint amilyen te vagy. Érted már? Ez kettőnk közt a fő különbség. Világos? Az ajdokik azt mondták, sosem jövök teljesen rendben. A gazdidat beszél. Haza küldték, mintha mi sem történt volna. Nekem látás problémákról, meg fejfájásról, ha dobáltak meg, hogy a stressztől rohamai lesznek, és végül kipurcanok a fenébe. De mint látod, engem nem állít meg holmik is soha. Téged viszont, haver, hát ha neked ez kell, én nem segíthetek. Bezony. A magunk fajtákra az élet egy nagy mindent vagy semmit. Engem aztán nem szúrnak segbe egy injekcióval, mint téged. Nem, mintha lenne választásod, de nem épp hősi halál. Inkább lopnék el egy kis repülőt, és vezetném addig, amíg le nem áll, hogy aztán kitárt karokkal kiugorjak a pilóta fülkéből, és röhögve lippenjek át a Valhallában.
Nyughass már! Elég a rinyából! Tisztára! Mint egy hisztis csíva! Ó, oh, baszki! Ne! Blöki! Hé, lápoz! Ó, baszki. Ne. Blöki, nem kéne itt lennünk, gyere elő! Ahó! Hello? Gyere ide! Blöki! Ne már! Hey! Vicc. Blöki! Blöki! Ahó! Ahó! Hé, nagyfiú! Mi a szarra lőtt meg lónyugtatóval? Elég jó cucc. Köhög ki, miért vagy itt? Nem látott egy kutyát, barna is, össze-vissza rohangált, tisztára bekattant. Ha? Ki vele, ki küldött? Nézze, én nyilván nem az vagyok, akinek gondol. Nagyon jól tudom, hogy ki vagy. Nem te vagy ám itt az első kommandós. Kéne a gyerek, mi? Figyelj, öreg. Ha csak nem akarod istentelenül megszívni, ajánlom, hogy oldozz el, hogy megkereshessem azt a nyüves kutyát. 5 percet van, hogy kitálalj, különben neked is annyi. Ez jó lesz. Járj, csak a szád. Mit gondolsz, kivel beszélsz?
kapsz egy golyót. Szórakozz mással, ne velem. Idióta bal. Böki! Csere! Halad! Mondom. Csere már! Mi lesz? Csere már! Csere! Mire vársz? Csere! Halad! Gász, felébredt a srác? Felám, ott ül gyorskötözőben a dolgok. Uramisten, megkötözted? Mi a fenét műveltél vele? Becuccoztam, megmondtam, hogy a kutya elkolni. Mit tudsz te a kihallgatásról, te, aki megtagadtad a katonaságot? Ahelyett, hogy megdicsérnél, és ha valamelyik kártelből van... Megmondtam, hogy sok lesz az a füves nyalóka. Kártelből? Te paranoid állat! Hülye vagy! Mondd meg neki, hogy egy bolond vénember vagy, akinek terápia kell, és kérj bocsánatot! De hát nyugtatót lőttem bele, belőttem a szarba! Fejezd be, még felzaklatod a kutyulit! Ezt a kis dögi mögé... Figyelj, tűnjünk el innen! Jó? Csak meg akarom nézni a cuki kis mancsodat. Jó kislány, jó kislány, nagyon jó. Te kis dögi mögé. Szívem! Ó, basszus! Hova van? Leülj! A maga kezéből miért teszik? Én nem csináltam semmit, csak beszéltem hozzá. Egyébként meg az idióta férjemmel tegyen, amit akar. Gász, kérj elnézést. Bocs, haver, az én hibám. Látja, milyen kis dögi mögi? Olyan jó kislány. Hadd nézzem meg azt a pici mancsodat. Rendbe fog jönni? Hát félek, hogy eltört a lába, de mindent megteszek. Hadd kérjünk, hogy is hívják? Lulu. Luluval egy kis időt, addig is... Hé, gyere, Gász, tedd hasznossá magad és adj neki tiszta ruhát. Szerencsétlen teljesen átvette Boris meg a barátai szagát. Tessék itt egy füves nyalóka. Barátkozzatok. Oké? Okay? Fiúk, nem már! Elég! Mars kifelé! Nem mondod, hogy sikerült elvágni a nyomba cipőfűződtel? A lényeg, hogy elvásson a műanyag, ennyi. Figyelj! A permakultúra jobban megy, mint a székezkötözés. De áruld el! Mennyi hiányzott, hogy... Hogy meghaj? Igen. Hát nem sok híja volt, majdnem beléd vágtam a fejszét. Na, ez a cucc aztán. Nem sem. Jó, mi? Ugye? Jó látni, hogy így szereted ezt a kutyát. Nem szeretem. Nem is az enyém. Gyerünk, keményebben! Ez az! Menni fog! Gyerünk! Akkor meg mégis ki! Várj, ezt figyelj! Látod ezt? Igen? Így tanítják be nekik, hogy ki az ellenség. Messziről kiszúrják a ruhájukat. Várjunk. Ez két hulla? Igen, az ott két tálib fűternesztő. Na, legyen már úgy oda, ez háború, nem pedig egy unikorni szivárványos vaginája. Be vagyok állva, de ez... Várj! Miért hívják szeretetkönyvnek? Nem tudom, de a seregben kötelező mindenkinek. És minden utolsó hülyeséget bele kell rakni. Na, Lulu legjobb felvételei? Mármint ezek zenék, amiket szeret? Nem, ezek másfajta felvételek. Érted? A testkamerája felvételé. Tudod, hullánkat. Inkább kihagyom. Szóval, ha jól értem, ezt mind a kutya csinálta, igaz? És mégis elaltatja. Na jó, ne menjünk át ennyire csöpögősbe, öreg. Nem úgy van az. Ez a kutya pontosan azt tette, amire született. Vagyis, hogy legendás életet éljen. És így is lett. Ez még mi? Kedves Lulu, nem is éltem igazán, mielőtt megismertelek. Dühött vadállatként jöttél a világra, vagy pont, mi hogy... Hát nézem. Ezt írta, ott van jobb felül, meg még jó pár ilyen versike, vagy szerelmes levélszerűség. Rodríguez, még írni is. Alig tudod, de hogy verset nem írt, az fix. Ja, tudom már mi ez, tudod, ha agysérülésed van, akkor... Elküldenek egy ilyen agydokihoz, aki aztán megvizsgál, meg folyton rajzoltat, és ilyen terápiás szarságokat irat leveled, amit aztán senki sem vesz komolyan. Baszki! Blöki, jól vagy! Hé!
Na hát, újra szalad. Igen, kiderült, hogy a mancsába fúródott egy apró szöges drótdarab, de fertőtlenítettem és elállítottam a vérzést. Még sose láttam ilyen erős kutyát. Köszönöm, tényleg, köszönöm. Ja, és azt is kérte, hogy közvetítsek, hogyha benne vagy. Közvetíts. Igen, tudod, ő egy elég ütős médium. Mármint érted, ha baseballban utazna, rajta lenne az örök ranglistán. Köztetek aztán tényleg karmikus kapcsolat van. Talán azért inkarnálódott, hogy megtaláljon. Látok egy piramist. Az ókori Egyiptom. És most egy kislányt, aki játszik. Oh, mennyire boldog. Lulu dolgozik gyerekekkel? Mi? Igen. Oda van értük. Teljesen. Oh. Szanaszét nyaldossa. Az összeset. Hihetetlen. Lehet, hogy ő... a lányod. Fiú neve van. Egy fiú név. Sam. Ó. Oh. Mi van a lányommal? Lulu volt az. Ő hozta a tudomásomra. Hány éves is? 3. De maradjunk inkább a kutyánál. Oké. Okay. Most nagyon fázom. Fáj. Igen, egy kis puhaságra vágyik. Igen, egy ágyra? Egy luxus matracra. Azt kéri, hadd aludjon rendes ágyban, és hogy ugye nem baj. Tőlem kérdezi? Persze, oké. Okay. Simán. Most meleget érzek, nyelv, íz. Igen. Indiai kaja? Ugye most szórakozol? Gász. Jaj, hagyjál már! Gász, miért kell így leteremteni? Egy kutya nem kér indiai kaját. Örülök, hogy végül nem írtuk ki őket. De csak mondom, ha így lett volna, te ásod a nagyobbjukat, mert Gus egy hústarany. Amúgy, ha máskor füvet érzel, ne fuss el, csak szólj és megkeressük őket. Hey, ne! Hey, gyere vissza! Nem hallod? Nem, elég! Nem, ez az én unikornusom. Ne, don't waste your mind on nursery rhymes, fairy tales. Hello, it's Nikki. Hagyj üzenetet. Turtles are on the way down the line. So east around we go home. Mit bánsz? Most miért sírsz? Miattad jöttük rá? Szokd meg. Ma este kint alszol. Hiányzik a ketrec? Nézd, ott az álketrec. Látod? Körülnézhetnék. Még az is lehet, hogy ott hagylak. Maradt még kb. 3 napod ezen a földön, szóval vagy szólj most, vagy hallgass örökre. Nem szégyenám, hogy egy pihe-puha matracra vágysz, oké? Okay? Én megértem, 3-szor műtötték a hátamat, a kényelem fontos. De hidd el nekem. 2 ilyen tuskót, mint te meg én, nem engednek be egy puccos szállodába. A motel meg nem pálya. De van egy ötletem. Kéne az az ágy? Akkor mindent egy lapra kell tennünk. Na, benne vagy? Hé, hey, benne vagy? Vagy beijedtél? Jó, ezt igennek veszem. From San Francisco, he paints that bridge across the bay. Üdvözlöm a Grand Rideau-ben. Kösz, haver. He has to turn around and paint the other way. Jó pihenést. Köszönöm. Elnézést. Oh.
Hello, üdvözlöm a Grand Regalben, uram. Oh, hello. Bocs. Hello. Szobát szeretne? Igen, én bízom benne, hogy lenne egy szobájuk, nekem is a kisasszonynak. Ó, persze, hadd nézzem. Az ott egy bíbor szív megsérült? Igen, meg. Ó, köszönjük a munkádat. Na, mit mondtam neked? Azt, hogy még soha az életben nem volt olyan, hogy egy vakveterán és a kutyája ne kaptak volna ingyen hotelszobát. És miért mondtam ezt? Mi az oka, hogy ez mindig bejön? Ó, pontosan, a szabadság, pontosan ez az oka. Na, ki a zseni? Most mi a baj? Mi az, meleged van? Kérsz vizet? Ha? Vegyük le a mellényedet. Gyere, állj fel. Mi lesz? Na, ez az. Fú, haver, te bűz lesz. Jó képlő ki, ez az. Gyere, beszállni. Jó a víz. Gyere, gyerünk, mi lesz? Gyere, hozzám. Gyere, hozzám. Ugorj be. Gyerünk, mi lesz? Na jó. Gyere, te kis döki-möki. Te kis cuki dögi-mögi! Gyere, dögi-mögi! Gyerünk, ugorj be a dögi-mögi kádba! Jó, kislány, gyere! Gyere, ügyes vagy! Meg dögi-mögizlek! Nem öllek meg, nyugi! Ez az! Jó, kislány! Jól van, gyere! Jó, ez az! Gyere! Gyere, bár, oké? Fincsi meleg víz, jó meleg, látod? Az bizony, ám! Ez eddig négyféle fürdőgolyó. És fürdősó, felhívjam a spát, foglaljak időpontot? Egy jó kutyamasszázs? Nem feltétlenül ilyen csajjal osztoznék a kádon, de... azt hiszem, most be kell érnem ennyivel. Jól van, utolsó. Oké? Okay. Gyere! Pillanat! Már várjanak, már is itt vagyok! Egy másodperc! Nyitom! Jó estét, uram! Itt a szobaszerviz. Jó estét! Jó estét! Megengedi, uram? Jöjjön csak! Megfogom az ajtót. Van itt egy közepesen átsütött steak és egy indiai szamósza. Még valamit? Nem, igazán minden pompás. Rendben, nagyon köszönjük. Szép estét! Hey, Blöki, látnod kellett volna a pasi arcát. Hey, nem! Jössz le onnan! Meg ne próbáld! Állj, ne! Oké, okay. Tudod mit? Nem érdekel, az úgyis a te ágyad lesz, én ma bulizok. Na, kőgazdag veteránnak látszom. Nézd már, milyen édesen üldögélsz ott. Szólhattál volna előbb is, mennyire megnyugtat, ha berakom neked a videókat a régi nagy henteléseidről. Te kis öntelt. Na mi van, mégse kell az indiai? Megmondtam, a médiumok furák. De egy cseppet se félj. Tudom én, mi kell neked. Szárazon érlelt, márványos és csontos gyönyörűség. Jöhet? Gyerünk, kóstold meg, mi lesz? Nincs mitől félned, csak edd ki a kezemből. Adjon. Ne csinálj semmi hülyeséget. Mi van? Na ne, azt gondoltad, hogy velem jöhetsz? Szerinted elfelejtettem Portlandet? Ne. Sosem felejtem el Portlandet. Soha. Menj és dőj le. Te kérted az ágyat, megkaptad, nyomás? Hé, nem! Nem! Hé, Blöki, nem! Thank you.
Érzed ezt? Pénz. Egyébként meg gratulálok. Köszönjük. Köszi. Kérlek, vidd ezt a nécébe a Mr. és Mrs. Moore-nak. Ne haragudjon. Ugye jól van? Igen, Mr. Briggs, hát persze. Várjon, ismerős a hangja. Ki maga? A recepciós vagyok. Tényleg? Kellen. Igen, Kellen, az angyali recepciós. Éttermet keresek ma estére. Van. Nem ismer egy jó helyet? De van egy remek osztrigabár az Embarcadéron, igen. Imádom az osztrigát, igazán kiélesíti az érzékeket. Mikor végez? Pontban 7-kor. 7-kor? Most mi lesz? Ne! Laci! Állj meg! Blackie, ne! Félre az ott, bocsánat! Ne! Blackie, állj meg! Ne! Látok, emberek, látok! Hey! Szóval azért adta ki magát vaknak, és legyen. Mert a vakvezető kutya kiképzésén dolgozik. Igen, így van. Aki hirtelen, észrevétlenül, egyszer csak neki iramodott, végig száguldott az egész előcsarnokon, és leteperte az áldozatot. Igen. És még sosem volt példa rá, hogy agresszív viselkedést tanúsított volna? Soha. Mindig is imádta az embereket. Az ilyesmi nem van rá. Én tényleg nem értem. Ez komolyan sokkolt. Aha. Van még más mondandója? Hogy van a fickó? Nincs baja? Úgy tűnt, hogy nincs. Reggel felveszünk a kapcsolatot dr. Alfariddal. Ha esetleg feljelentést tesz, aszerint járunk el. Addig is üldögéljen. Királyna, és a kutya jól van? Azt az állatvédelmisektől kérdezze. Oké, de mikor kapom őt vissza, ha majd elpostázom az óvadékot? Óvadékot? Haver, péntek este van. A bíró hétfő reggelig nem lesz bent. Az én dolgom pedig őrizni mindenkit, aki gyűlöletbűncselekmény miatt van itt. Hogy mi? Ne kezdje, ezt majd hogy a bíróságon. Hogy gyűlöletbűncselekmény? Na várjon egy pillanat, oké, jól van, nézze. Elárulom az igazat. Tudja, Ranger ezrednél voltam. A kutya gazdája a barátom volt, és meghalt. Oda kell vinnem a temetésére vasárnap Arizonába. Egy hősi halott családja csak rám vár, hogy oda vigyem a kutyát. Hétfő reggel egyből visszajövök ide, esküszöm. De őt akkor is tovább kell vinnem, mégpedig ma. A Ranger ezrednél volt? Igen. Mi a francért nem szólt? Sajnálom. Ahelyett, hogy 20 percig szivat ezzel a récsászos szarsággal. Ha? 202-es zászlóaj. Hadd mondjak valamit, most tök őszintén. Bemenni egy zsúfolt hotelba, fehér bottal, meg napszemüveggel. Maga aztán tényleg egy acéltökű Ranger. Ne, komolyan ostobaság volt. Kérdezhetek valamit? Csak így magunk közt, ha? Maga küldte rá arra a rongyfejűre, mi? Mi? Kis elégtétel azért, amit elvettek tőlünk, ugye? Nem igaz? Nem, esküszöm, hogy tartom a számot, hallgatok, mint a sír. Mi 31 alfák, így nyomjuk, tudja? 31 alfa? Igen, mi őriztük magukat naphosszat. Kint a kapunál. Megvan? Katonai rendész. Az voltam. Értem. Mire célhoz? Én semmire, nem célzok semmire. Nem, én csak... Maguknak igazán nehéz dolguk volt. Nyugodtan alhattam, tudva, hogy maguk ott vannak. Az őrbódéban, a falakon, és vigyáznak ránk. Igen, ez kedves öntől. Ja, maga nem olyan, mint a többi Ranger, akivel dolgom volt. Tudja, lengetik a szakállukat, mint Holmi Mózes. Neked dudálva behajtanak a főkapun, nem mutatnak igazolványt, beintenek, hogy kösz a segítséget. Maga nem ilyesfajta, ugye? Nem. Komolyan. Ez egyértelmű. És tudja, hogy még mi az? Hogy egy fehér ex-katona ráúszít egy kutyát egy muszlim orvosra, és pont itt, a felvilágosult nyugati parton. Ne csinálja már! Csak engedjen el engem meg a kutyámat. Szóval mégis a magáé. Jó, itt, pöcsfej.
Briggs! Egy-kettő, sorakozz! Balra fordul! Tényleg komoly? Mármint én voltam! Most pedig mindenki jobbra. Mi folyik itt? Nálatok amúgy volt kutya? Inkább egy macskás arc. Csendet, hármaska. Én tudjuk, hogy én voltam. Igen, ő tette. Előre. Ő volt. Rendben, köszönöm. Na és ha vallomást tennék, mit szólnak hozzá? Hármas, lépjen vissza. Nem most komolyan, tehetek vallomást? Na, lehet ilyen? Ebéd időn van. De ismerem, az én hibám volt, tudják? A kutyám csak azt tette, amire a seregnél betanították. Ami sajnos pont az olyanok megtámadása, mint amilyen Dr. Al-Farid is. Jól van, hármas, fejezem. Várj, hely, hadd beszéljön, ez érdekel. Őszintén. 8 bevetésen járt az elmúlt 7 éven, és ez alatt számtalan embert mentett meg. Nem vagyok egy rasszista köcsög, de bevallok bármit, amit csak akarnak. Megteszek bármit, amit kérnek, ha cserébe valaki megígéri, hogy elviszik arra a temetésre vasárnap. Szabhatok ilyen feltételt? Ezt nem hiszem el. Jól van, vigyétek el. Tényleg? Semmi? Következő csoport. Ennyi? Várjon, hármaska. Azért adta ki magát Baknak, hogy ingyen szobát kapjon. Igen, azért. Egy médium szerint a kutyám másra se vágyott, csak egy puha matracra meg. Inkább adjuk tisztára bolondfalt. Az volt, bolond. És ha a civil véleményemre kíváncsi, maga is az. Igen, ez jogos. De ha jobban belegondolok, én is az lennék, ha megváratnám a bostoni betegeimet, hogy bepereljek egy veteránt, aki temetésre visz egy kutyát. De ígérje meg, ha az lement, szakemberhez fordul. Ígérem. Szalám. Szalám. On a warm summer's eve. On a train bound for Dover. Hey, mi újság, Blöki? Hogy vagy? Minden oké? Nem gondoltam, hogy így fogok neked örülni. Mindig ennyire zihált. Igen, de gondolom, majd megsül. Ez nem hőhullám, hanem szorongás a trauma miatt. Majdnem megharapta a kollégámat, amikor a füléhez ért. Keressen valakit, aki vállalni tudja érte a felelősséget. Okay. Köszönöm. By the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. Itt a holmia. Elmehet. Vagyis húzzal a francba. Hallottad a bácsi? Elhúzunk a francba. Gyere! Ó, és biztos úr? Kösz a segítség, pöcsve! Gyere! Jobb is, ha megy! Mit bámultak? You got to know when to hold, when to hold, know when to fold, know when to walk away. Fotogénet szuka vagy te. Ja, és hős? Nem is mondtad, hogy van egy bátyád. Los Angelesben lakik. Látod, ez is közös bennünk. Mindkettőnknek van ott valaki ilyen. Tudod mit? Kössünk rajt. Ha nem csinálsz több paratonot az úton, és jut rá idő, meglátogatjuk. Talán. Oké? Okay. Megdumáltuk, pacsit rá. Hely, aztán, ilyet is tudsz. Oké. Okay. Ennyi. Jézusok. Várjál. Jól van, gyerünk. You got to know when to hold up. Know when to fold up. Know when to walk away. Know when to run. Never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal is done. Nagy, egy angyal volt, mint mindig, ugye? Köszönöm.
szeretlek. Én is téged. Pápa! Oké, bevetés. Figyelj, ha túl régóta bent lennék, engedélyt kapsz, hogy bekattanj, és akkor kijövök. Kell a kabát? Szerintem az már túlzás. Mi a francot művelek? Mami, vége a rajzfilmnek. Oké, szívem, mindjárt megyek, jó? Mami, ki az a bácsi? Csak a mami egyik barátja. Menj be a szobába, és mindjárt viszem a kajádat, oké? Na, kéred? A tiéd. Oké, Blöki. Az én családom megvolt, jöhet a tiéd. Mi van? Jó, jó, ha nincs itt a tesód, akkor tuti nem fogunk... Ne! Skula! Skula! Bocs, hogy így rád török én. Lulu, te vagy az! Riley volt bajtársa vagyok, és gondoltam talán megnézni a bátyját. Na hát, Lulu, a igen, tudom, a fülére érzékeny. Ugye, kislány? Jó, kislány. Szia. Jól van. Ti most ölelkeztek, komoly? Na, Lulu ölelés a legjobb. Veled nem is csinálja? Nem, mi nem pont így nyomjuk. Hányos a méreted? Csak nem betojtál! Dehogy tojtam be, de ez 3 napja arra vár, hogy kinyírjon. Na, gyerünk, mi lesz? Gyere rá, mi lesz? Gyerünk! Juki, próbáld élvezni, ez jó buli. Ó, jó buli, nézd már rá, haver, szét akar tépni. Juki! Az nem jó buli. Juki! Gyere, akkor bulizzunk. Jó buli, kóstolj csak meg! Gyere, bátran, tudom, hogy ez kell, te ezt akarod. Várj, miért is kell, hogy megharapjon? Ő nem tudja, mi a háború, neki az csak munka. Meg kell mutatnod, hogy a munka lehet jó buli is, és hogy nem esik bántódása, oké? Itt tudsz vele kapcsolódni. Én nem akarok kapcsolódni, oké? Csak mi az? Nem vagyok elég jó neked, gyere! De az vagy, csak emelt feljebb a karodat. Felemeltem, gyerünk már, csak kapjál! Szép vagy, Skulo! Jó kutya! Mutasd meg, hogy szereted a rágókáidat, hogy ez jó buli! Ügyes voltál, jó kutya! Szóval Skulo is éppen úgy ki volt, mint Lulu. Fél éven át puhítottam nap, mint nap, mielőtt a sereg végre belement, hogy hozzám kerülhet. Féltem, hogy sosem sikerül. De most babysitternek is felvenném. Srácok, Vájuhoz! Baszki! Apa, ez nem volt a földön. Nem. Hazudsz, láttam, ahogy leesett. Leesett, de aztán elkaptam, oké? Semmi baj, a nyugi? Családi hétvége. Nekem egy kutya is túl nagy falat. Nem tudom, te hogy csinálod. Persze, értelek. Elsőre nekem is sok volt, Skulo, de amikor már nem küszködött, rájöttem, hogy talán én is felhagyhatok vele, érted? Szerinted Riley tudna ráhatni? Azzal, hogy harcba küldené? Nem. Tudni kell, mikor van itt az idő, hogy abba hagyd. Egy jó rangernek tudnia kell meghalni. Ölelem Riley anyukáját.
Tudom, nem beszéltek sokat, de nagyon fontos volt neki. Ja, átadom. Ó, ne már! Ne! Baszki! Ugye ez csak vicc? Jó kis környéken laktok, nem mondom. Elvittek mindent, Riley cuccait is, meg a bogyóimat. Rohadt jó, adhatom a szüleinek a dögcédulákat. Ah, az unikorn is persze itt hagyták. Lulu, Lulu, Lulu. Szimat. Igen, ez az, keresd. Jó fiú. Keresd. Keresd, keresd. Mi van itt? Jól van, nyomom vagyunk, jó, ez az. Ügyes vagy, Skuló, ez az, oké. Okay. Gyerünk, gyerünk, Skuló, gyere. Gyerünk, Skuló, keresd, keresd. Azt hiszem, jó nyomon vagyunk. Keresd, 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 keresd. Hát persze, drágám. Feltettem a vizet. Keresd. Már biztosan for, igen. Keresd. De a pesto az tök jó. Csak megmutatom a haveromnak a sétányt. Bocs, Tiffany, csak látni akartam a mólót. Persze, sietünk vissza. Oké. Okay. Keresd. Skuló! Oh, hey! Ez az, Lulu, gyerünk, keresd tovább. Keresd. Keresd! Elnerezd! Keresd! 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 Keresd, Lulu! Keresd! 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 Ez az, keresd! Skuló, keresd! 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 Ez az! Megtaláltam! Itt van! Jó kutya! Igen, ez az! Igen! Ez az a cucca! Csak szépen szólva! A rohadék tuti betolta a migrén bogyóimat! Jó, Riley homia is megvan! A könyv is! Hé, hey, mi a szart művel? Ez itt magántulajdon. Tényleg? A magán? Igen. Nyugi, Jackson, gyere. Rodrigueznek hívják? Nem látja, hogy veterán katona vagyok? Tényleg? Az Egyesült Államok lószart veszem el! Melyik kezdetben volt? Az hadititok! Ááá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 
Vidas rohadék! Hey! Szolgálom a hazámat, és ez a hála érte! Háborús hős vagyok! Nem lesz gond a bogyók nélkül? Megérdemelte volna, hogy Lulu letépje azt a hazug pofáját. Ilyen helyen sosem tudhatod ki az ex-katona. Ha 5 éve erre jártál volna, belém is botolhattál volna a móló alatt, és az lett volna még a jobbik eset. Igen, de nem így volt. Mi ilyet nem csinálunk. Igen? Na is, Riley. Mi van vele? A csávó 3 dili bogyó nélkül ki sem kelt az ágyból. Ez egyfajta bajnokok reggelije, és ő bajnok volt. Nem is gondolnád, hányszor hívott föl, hogy aztán beállva dumáljunk arról, hogy nyírjuk ki magunkat. Hát, megküzdünk vele mind. Ezzel jár, ha folytatni akarjuk. Szóval akkor örökké folytatnunk kéne? Mindig azt mondta, hogy padlógázzal beleszáguldanak a Grand Canyonba, de inkább felcsavarodott egy fára. Próbáltam elküldeni. Igen, hová? Terápiára? Remek ötlet volt. Nem, hogy beszéljen a sorstársakkal, vagy akár Istennel. Istennel? Oké, te aztán tényleg nem ismerted Riley-t. Isten alatt bármit érthetsz. Mondjuk egy követ, vagy egy cipőt, még a fodrászodat is. De egy fogódzó mindannyiunknak kell. Hát? Ő nem talált. És? Nem is fog. Nincs értelme rágódni. Arra vagyunk kiképezve, hogy a világ súlyát is cipeljük. Végül mégis az a legnehezebb, hogy bekopogjunk egy baráthoz. Szevasz, Lulu! Üdvözlöm a gazdit, jó? Imádkozom értetek. Ne félj, meg leszünk. Na, gyere ide. Hiányoztam? Hát még szép, látom. Vigyetek le, eszünk.
Remélem készen állsz a holnapira. Tudod, mi az elvárás? Hogy legyél tipikus hősi kutya. Szomorú és kibért. Akinek hiányzik a háborús hős gazdé. Amire nem vágynak, az az, hogy egyből nekiállj felfalni mindenkit, amint a díszegység leadja a lövéseket. De ők nem ismernek téged. Az egyszer biztos. Nem tudják, mit jelent hősnek lenni. És hogy te miket tettél, hogy azzá válj. Ha tudnák az igazat, akkor tutira belennének szarva. Az fix. Amikor leszereltem, a gazdittól kaptam egy béna fatáblát. Bele volt vésve, hogy köszi. Mi mást is mondanál valakinek, akivel ennyi mindenen átmentél? Na, figyelsz te rá? Egy kutyához beszélek. Ne. Jaj, ne már! Nem teheted ezt most velem! Oké. Hát persze, nincs térerő. Miért is lenne térerő? Nem fogunk itt ülni. Húzzunk innen. Gyere, menj! Nyugi! Lyukas! Elég már! Elég! Ez csak mennydörgés! Ez csak egy zivatal! Fejezd be! Menjünk! Nyugi! Elég! Oké, ez kell! Gyere! Támadjál! Úgy sem csinálsz semmit! Mire vársz? Gyere! Nyugi, nem kell, hogy kimenj, oké? Mi lenne, ha itt maradnánk egy kicsit? Lazíts! Hé, semmi baj. Csak menj, dörög és villámlik. Tudom. Kitaláltam, hogy mit terelni el a figyelmedet. Drukkolj, hogy ez az izé működjön. Mit rakjak be? San Franciscóban bejött. Legyen a gyilkolászás, vagy a Grace klinika? Az utóbbi lesz. Működik.
Nézzünk egy kicsit. Kényelembe helyezzük magunkat. Lazulunk. Nincs több munkám. Közben nézzünk valami szart. És lassolunk, mert nasi nélkül nincs szarműsor. Mi? Te is kész? Nézd már! Látod, egy kis veszekedés csodákat tesz. És a kis Rómeót felolvasta a szerelmes leveleit? Pedig van egy kettő, jó? Keresek is egyet. Lássuk. Mondjuk... Oké. Okay. Egy perce felocsúttam. És láttalak porba húva. Többször kaptál már golyót. De ez most durva. Még mardos a bűntudat. Férez, ne tedd testre. Tudom, hogy mit tettél aznap éjjel, hogy a bajtársaidat megmenthest. Egész jó. Amikor elvittek, tudtam, az időnk lejárt már. Akkor jöttem rá. Sosem én voltam a gazdád. Mindig te vigyáztál rám. Bajtársad, Riley. Lefeküdtél Karenfel? Igen. Mi van? Ne várj! Nem hiszem el, hogy neked bejön ez a szar. Durva. Na jó, reggel van. Menjünk. Bár mondjuk, nincs sok esély rá, hogy megtegyünk 100 kilométert 6 óra alatt mobil és kocsi nélkül, de... Hé, nekem úgy rémlik, hogy egy ranger soha nem adja fel. Nem tudom te, hogy vagy vele, de engem vár egy temetés. Gyere! Gyere! Bless my heart, bless my soul. Didn't think I'd make it to 22 years old. There must be someone up above. Say, come on, Britney. Hey, 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 hey. Nincs sok hátra.
úr kegyelme végtelen. Jól nézel ki. Mint egy igazi hős, ahogy Riley is akarná. Oké. Tudod, mit akarna még? Hogy ne harap meg senkit, szóval nem ajánlom. Na gyere. Áldjon meg az úr. Kísérjen el, és oltalmazzon. És az ő arca ragyogjon mindannyiótokra. Legyetek kegyesek. Tekintsen rátok szeretettel az úr. Adjon nektek békét. Áldjon meg titeket és családotokat. Ismerjétek meg a szeretetét. Ne. Szeressetek odaadással. Lukasd már. Akkor mindig veletek lesz. Ne gyászoljuk azt. Semmi baj. Bocsi. Jó, semmi baj. Oké, jó, minden rendben. Oké, rendben, menj. Menj csak. Úgyhogy örvendjünk eltávozott testvérünknek. Az őrjárata véget ért, és elindul utolsó bevetésére. Kísérje az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. Fegyvert! Vál! Hozd! Jobbra! Át! Magtöltény csőre! Tölts! Vigyázz! Célos! Tűz! Célos! Tűz! Célos! Tűz! És... Semmi gond. Tüzet! Szüntes! Fegyvert! Lábhoz! Jó, semmi gond. Semmi gond. Az Amerikai Egyesült Államok elnökének és nemzeti hadseregének nevében. Köszönöm. Köszönöm. Gyere, menjünk. Igen, uram. Igen, reggel az első dolgom lesz a bázisra vinni. Beszélek az ügynökség. Rendben, várják a hívását, és százados, köszönöm, hogy beajánl. Igazán hálás vagyok. Nincs mit, katona. Ó, igen, és még valami. A Blöki sokkal jobban viselkedik. Komolyan, mintha kicserélték volna. Nem tudom, talán van valaki a bázison, akit meg lehetne győzni, hogy... Briggs, nem rajtunk múlik, tudja jól. Csak intézze el. Jó. Szurkolok, Briggs. Köszönöm. Viszlát. Na, gyerünk, indulás, csináljunk valami őrültséget. Köszönöm. Szüknél meg. Nem tetszik, amit látsz?
Szabad vagy, menj! Menj csak! Nem állítanak meg! Hallod? Hé! Menj! Nyomás! Menj! Mi lesz már? Menj! Nem trükkökre akarnak rávenni! Menj! Nyomás! Hé! Na! Gyere! Hé! Sejtelmet sincs, igaz, Bröki? Jól vagyok. Jól vagyok, kislány. Ne félj. Jól vagyok. Jól vagyok. Jól vagyok. Jól van, Ulum, gyere! Igazolványt! Tessék! Az igazolványa lejárt. Törvény szerint ezt meg kell... Igen, tudom. Én csak egy kutyát hoztam ele. Levitz tizedeshez. Hé, hey, Levitz! Megtenné, hogy odaáll? Persze.
Maguk rangerök nem ismerik a telefont. Egy órája mereztem itt a seggemet. Lehetne rosszabb is. Mondjuk, ha melózni kéne. Amúgy hallom, hogy igazi gyilkos, úgyhogy szájkosarat rá. Oké? Okay? Jó, nyugi. Ne féljem. Nem lesz vele probléma. Igaz, kislány? Utoljára, oké? Okay? Ígérem. Utána többé nem kell. Amúgy sokkal engedelmesebb. Szóljon majd a dokiknak, hogy vizsgálják meg újra, hadd kapjon egy esélyt. Protokoll szerint dolgoznak. Azért csak szóljon. Ha pedig végeztünk, hívja fel Jones-t. Ja, jó van. Mi a... Na jó, fel akarja dühíteni? Jó van, nem lesz semmi baj. Ha verketjeg az úra, gyerünk. Ezt most a nyakadba teszem. De kímélt. Oké, okay, gyere. Jó. Nyugi már! Várjon! Hé, szia! Semmi baj, bocs, az én hibám. Rá kellett volna raknom a mellét. Ha rajta van, sokkal szófogadóbb. Tudja, a nők meg a divat. Mindjárt jövök. Hopp! Befelé. Uram, ez itt maradt. Tudja mit? Tartsa meg. Kösz a segítséget. Hé, haver, és a kutya? Hé, te meg. Mit bámulsz? Hé, hagyjuk ezt a érzelgést, jó? Kedves Lulu. Ma kaptam meg a seregtől az örökbefogadási papírokat. Riley nagyon büszke lenne rád. Sőt, talán mindkettőnkre. Figyelj, nekem nem megy ez a versírás, szóval... Inkább ott térjek a lényegre. Köszi. Kösz, hogy megmentetted az életemet. Magyar hangok. Pap Dániel, Varga Gábor, Debreceni Csaba, Törköly Levente, Epres Attila, Ősi Ildikó, Szilágyi Csenge, Györfi Anna, Horváth Illés, Gáspár Kata, Mózer Károly, Varga Rókus. Magyar szöveg Jeszenszky Márton. Hangmérnök Csomár Zoltán. Vágó Simkóné Varga Erzsébet. Gyártásvezető Kéner Ágnes.
Szinkronrendező Marton Bernadett és Bátori Orsolya. A szinkront a Mafilm Audio Kft. Készítette. Digitális utómunkálat Cinefuture Hungary. Forgalmazza a Prorom Entertainment. Feel cold and dark, but nobody wins afraid of losing, and the hard roads are the ones we're choosing. Someday we'll look back and smile and know it was worth every mile. Lulu emlékére.